Juhász Ágnes és dr. Drimál István a vendégeink, és ahogy ígértem, jógázni fogunk, hát először azért egy picit felvezetjük ezt a történetet, beszélgetünk a jógáról. Gyakorlatilag azt gondolom, hogy töretlen a népszerűsége a jógának, valahogy a 60-as évek nagy hippi kultúrájával együtt ugye az egész világon elterjedt az indiai kultúra és vele a jóga is, és meg annyi irányzata van. Tehát nagyon nehéz gyakorlatilag ebben az óriási irodalomban is tájékozódni egy laikusnak, de ha valaki valóban elhatározza, hogy most már tesz az egészségért, és éppen a jógát fogja választani, az egyáltalán minden esetben tényleg kitartó jógázó lesz? Hogy látjátok? Attól függ, hogy mekkora a baj. Nekem az a tapasztalatom, hogy a szenvedés viszi a jógamatracra az embert, és én is így kezdtem. Engem egy csípőprotézis műtéttől mentett meg 16 évesen a jóga. Elég komoly fájdalmaim és mozgásszervi problémáim. 16 évesen? Igen, egy csípőízületi diszpláziával születtem, az egyik lábam rövidebb, mint a másik. És amikor hirtelen megnőttem, ez akkor okozott mindennapi problémát és fájdalmat. És úgy éreztem, hogy adok egy esélyt a jógának, mielőtt a kés alá vetem magam. És aztán ennek az lett a következménye, hogy 3 hónap után már nem volt szükség a műtétre. És akkor éreztem, hogy ez több, mint puszta terápiás mozgás, több, mint hobbi, mélyebben utána néztem a jóga filozófiai hátterének. És az én személyes tapasztalatom az, hogyha az embernek van egy kézzelfogható tapasztalata a jóga gyógyító hatásáról, majd engedi, hogy a jóga filozófiája átjárja az életét, akkor valóban hosszú távú elkötelezettje lesz ennek a témának. Tehát akkor valószínűleg azok, akik valamiféle trend vagy divat vezérelte jóga óra látogatók, ők elképzelt, hogy le is morzsolódnak. Tehát aki nem tudja ezt a fajta szellemiséget saját maga életébe beépíteni, az nem lesz jógázó. Éppen erről beszélgettünk, hogy azért a jóga nem az a sport, ahol az ember elrohan gyorsan, és akkor 50 perc alatt le kell nyomni a jóga órát, mert utána találkozó van valakivel. Tehát le kell ehhez csendesedni. Most rám nézel, úgy érzem, hogy igen, úgy érzem, hogy neked kell meggyőzni minket arról, hogy le lehet ebben a világban csendes. Meggyőzni senkit nem akarok, bár így kívülről, ezt ugye beszéltük is az Ágival, meg nálunk ez egy ilyen standard mondás, hogy hát ezt meg kell tapasztalni, szóval kívülről ezt nem lehet róla beszélni persze, meg fel lehet kelteni az érdeklődést, de a legjobb, ha az ember elmegy és kipróbálja. Nem szükségszerűen kell a jógának ezt a mondjuk is szellemi hátterét mindenáron az embernek magáévá tenni. Lehet ezt pusztán ilyen testkultúraként vagy a test műveléseként is alkalmazni. Mi elég elhivatott jógások vagyunk, minket érdekel is ez, na úgy mondom, minket ad Ágit, megint is érdekel ez a háttere. Úgyhogy nekem más volt az indítatásom, hogy én filozófiából doktoráltam, minden nem messze Debrecenben, úgyhogy nekem mindig is ez volt az érdekes. Tehát én innen indultam, nekem is voltak persze, meg vannak is bizonyos testi problémáim, de hát a jóga az nagyon jót tesz ezeknek a fájdalmak enyhítésére, vagy gyógyítására. És ez lehet nem csak, bocsáss meg, fizikai fájdalom, hanem akár egy lelki-mentális, vagy éppen a hétköznapi stressz nyomása. Szóval, hogy nem szükségszerűen kell annyira bele bonyolódni. Én nem akarok hindu lenni, szóval nem ez a cél, hanem egy szinten, és van, aki sokan megállnak ott, tehát ez egy testi és egy jó érzésnek a létrehozása, testileg és mondjuk lelki szinten, és aztán lehet ezzel ebből tovább menni, és mélyebben is ebbe leásni. Szóval nem szükségszerűen morzsolódnak le, röviden ez a válaszom, aki nem bírja el annyira a dologban.
Igen, azt gondolom egyébként nyilván kinek-kinek a hite vagy a vágya szerint lehet ebbe belemélyülni, és nem is akarok belemenni, de azt gondolom, hogy kb. Egy éve volt valahol felvetődött ez a téma, és sokan úgy gondolták, hogy egy hithű kereszténynek semmiféle keresni valója nincs egy jógaórán, hát úgy gondolom, hogy az, aki azért egy picit túl lép a dogmákon, és hagyja azt, hogy megtapasztaljon dolgokat, az rájön arra, hogy abszolút nem, tehát nincs rossz mozgásforma, és a jóga sem ördögtől, vagy bármitől való tevékenység, mert sajnos ugye ilyenfajta támadások is érték azokat, akik például jóga órára mentek, én magam is tapasztaltam ezt ismerőseim körébe. Nos, akkor inkább most egy picit talán arról a fajta jógáról beszéljetek, amit ti tanítottok, amit ti műveltek, mitől más ez, vagy milyen különbségek vannak jóga és jóga között? Kezdjetek. Tehát mi Iyengar jógát tanulunk és tanítunk. Ez próbálom ilyen egyszerűen és röviden mondani. Az Iyengar jóga ez egy hatha jóga típus, aminek van egy filozófikus, elég erős filozófikus hátszele is. Azt Raja jógának hívják egyébként ezt a filozófiai részét. Aki ismeri a terminusokat, az majd ebben el tud igazodni. A hatha jóga az nagyrészt a ászanákat, tehát a testi rész foglalkozik, és a pránájámával. Az a pránájámát azt a légző gyakorlatok úgy szokták lefordítani, de ennél kicsit tágabb a jelentése, mert hogy az energiáról is szó van, az energia irányításáról, mozgatásáról, a testben való szétoszlatásáról. Az energia, ez nem az én kutatásaim és véleményem szerint ez nem szükségszerűen a fizikai energia fogalommal azonos, ez egy az életerő, vagy életenergiának a fogalma. Ezt szokták orvosilag, vagy ilyen fizikailag is meghatározni, de ez megint egy másik téma. Tehát az alapvető, amivel találkozik az ember, ha bejön egy jógaórára, Iyengar jógán, akkor első pár évben mi ászanákat tanítunk, és utána a pránájáma felé is elkezdjük vezetni az embereket, tehát a légző gyakorlatokat is bevezetjük. Ennek vannak bizonyos testi jelei, tehát amikor valaki már ki tudja tágítani a mellkasát, a gerince már egyenes, meg tudja tartani egy 5-10 percig ezt az egyenes gerincű, függőleges gerincű testtartást, akkor már érett arra, hogy légző gyakorlatokat is végezzem. Ez több év? Hát, akár? Vagy több évtized. Vagy szóval, több hogy évtized. Ez úgy van, a magának az Iyengarnak például a pránájámával nagyon sok gondja volt. Azt mondta a mestere neki, hogy ő nem alkalmas abban az életében a pránájámára, ugye ők hisznek a lélekvándorlásban. Úgyhogy, de hát ő nem hagyta ennyiben a dolgot, és akkor van egy ilyen sztori, ezt ő írja le, hogy így sutyomban az ablakból leste a mestert, hogy hogyan csinálja a pránájámát. És mivel nem tanított őt a mester, elég kemény volt vele a mestere, ezért így meg kellett lesnie, és akkor elkezdte lemásolni ezt a dolgot. És hát a tapasztalataiból írt is egy nagyon szép könyvet a pránájámáról, ez az egyik alapműve, magyarul egyébként olvasható. Uh-huh. Ez a pránájámá új megvilágításban. Úgyhogy nagyon alaposan fölvet, pont az ő küzdelmei, a pránájámával küzdelmeit alapján tudta kidolgozni azt, hogy hogyan vezesse rá az embereket erre a csodálatos művészet. Ez művészet, ez egy nagyon finom dolog, hogy hogyan vezesd az energiát, a légzésed, az egész rendszeredben. A kulcs egyébként elhangzott, az alaposság. Azt hiszem, hogy ha egy szóban kellene megfogalmaznunk a választ a kérdésedre, azért más ez a fajta jóga gyakorlás, mert a végletekig precízen vitelezzük ki az összes testtartást, és egyszerűen visszarendezzük a testet a velünk született helyes struktúrájába, ahogy a belső szervek is végre egészségesen tudnak majd működni. Hát a kedves nézőknek a híradó előtt, akkor most egy ilyen teljesen forradalmi dolgot fogunk bemutatni. Nyilván több évtizedünk nincs arra, hogy itt megmutassátok, hogy én hogyan leszek egy egyenes gerincű, nyitott, mellkasú és szabadon lélegző műsorvezető, viszont a nagyon lentről, hogy hogyan indul el valakit, ezt most megpróbáljuk megmutatni, illetve hát én javaslom, hogy az operatőr kollégák inkább titeket mutassanak, úgyhogy egy kis rövid szünet után átöltözünk, és akkor itt az első botladozásokat tulajdonképpen megmutatjuk önöknek.
Agi azt mondta az előbb, hogy az embert a fájdalom viszi a jogaszőnyegre, hát engem a fájdalom és a szerkesztőm vitt a jogaszőnyegre. Azt mondták, hogy el kell kezdeni a mozgást, de hogy ezt pont élőadásban fogjuk csinálni, hát erre azért nem gondoltam. Szóval vannak, akik ugye bejönnek fájdalommal, keserűséggel és olyan bizonytalansággal, mint most én, aki úgy érzem, hogy én itt ezen a szőnyegen abszolút semmit nem fogok tudni megcsinálni. Hiszen van egy csípő problémám, ugye mondtad, hogy neked is ez volt, tehát egy csípőkopásom, amelynek ugye az a mechanikája, hogy miután fáj, az az ízületi mozgás elkezd beszűkülni, tehát az ember nem nagyon tud már egy idő után teljesen alapvető dolgokat sem megcsinálni. Egy ilyen ülésben én úgy gondolom nem tudok beülni. Ez egy lehúzó spirál, amikor a fájdalom miatt nem mozog az ember. Mi különböző eszközöket használunk ahhoz, hogy legyen bizalmad és bátorságod a mozgás irányában, és az eszközök használatával hozzá tudunk segíteni az ászana kivitelezéséhez. Amikor én elkezdtem jogázni, akkor valahol itt volt a lábam, és itt szenvedtem. Rendszeres gyakorlással ezen lehetett javítani. Erről beszélt István, hogy évek. Tehát, hogyha most én elkezdem, hónapok, akkor... Hónapok, évek, kinek mi van a puttonyában. Van egy nagyon kellemes, pihentető testhelyzet, amiben egy megfáradt gyakorló jól tudja magát érezni. Hengerpárna, plét, különböző eszközök, heveder segítségével megyünk ebbe a testhelyzetbe, és ez nagyon jót tesz például az idegrendszernek, lecsendesíti, megnyugtatja az elmét, nagyon jót tesz az emésztésnek, nagyon jót tesz a női szerveknek, a hormonháztartást képes harmonizálni, és a legjobb az egészben az, hogy kényelmes és pihentető. Úgyhogy arra gondoltam, hogy segítek neked ebben jól érezni magadat. Benne vagy? Tehát helyet cserélünk. Igen. Akkor most tulajdonképpen? Abszolút. Tehát ezek az eszközök, hogyha jól értem, ami most itt rajtad is van, ez a heveder és ez a párna és mindenféle, hát ha nem is tudok ilyen pozíciót fölvenni, minden nem esetre baj. Egy megpróbáljuk. Kicsit könnyebb lesz, hogy mit csináljak? Ülj le, csinálom veled, igen. Kapsz egy hevedert, segítek ebbe bele kerülni. Jó? Jézusom! Zárd össze a talpadat és nyisd ki a térdedet. Igen. Van. És a hevedert vegyük föl a lábfejed alá, hagyd lent a lábat, engedünk ezen. Jó. Na István, ehhez már te is kell lesz, mert annyi béna vagyok. Nem. Igen. Ez így történik az órán is. Igen. Kedves nézők, nem fáj, azért ez egy jó hír. Jó, ezt meg így semmi fájdalom nincs. Szuper, zárd össze a talpadat. Igen. És nyisd ki a térded, amennyire tudod. Hátul pedig ezt levezetjük egészen a keresztcsontig. Pontosan. Majd amennyire tudjuk, szorosra húzzuk. Amennyire megy, ez az. Így még oké? Így még oké. Na, jó. Majd két év múlva megcsináljuk újra, hogyha én most ezt elkezdeném. Jó. Jó? Támaszkodj meg a csípő mellett, emeld fel egy picit a medencét, és tedd le a keresztcsontot a földre. Ez jaj, az. Nekem olyan is van. Igen, amin a heveder van hátul, az igen. A keresztcsontod. Jó. Majd jól kinyújtva az oldaladat, csigolyáról csigolyára, gördülj hátra a hengerpárnára. Hát lehet, kedves nézők, hogy többet nem jövök ide. Igyekszünk. Ezt a plédet behúzzuk a nyakadon. Igen. Pontosan. És akkor... Fáj-e ebben a csípőd? Egyébként hát egy kicsit úgy érzem, hogy van, de fájni nem fáj. Nem baj. Amennyire tudjuk, ezt most alátámasztjuk. Az lehet, most arra gondoltam, hogy már tetováltak adásban, meg kiugrottam egyszer egy sárkányrepülőn, de még ilyet nem csináltam. Ez jó így? Igen. Emeld a karodat a mennyezet felé, nyújtsd ki. Jó, fordd is be a tenyeret, azaz, csak bál szélesen. Igen. Nyisd ki a kart. Jó lesz. Fogd át a könyöködet, és jól nyújtsd ki az oldaladat, mélyítsd el a légzést. Több homokzsákot helyeznek. Úgy igen, érzem. A szakértő figyelem az nagyon igen. Fontos. Most kényelmes? Meg tud engedni a lábot? Az lenne a szempont, hogy elengedd a térdedet, elengedd a lábadat. Próbálom. Szuper. Nyújtsd ki a kart, és fogd át a könyököt a másik irányból is. Nézd. Igen. Fogd át a más... Ez az. Igen. És hagyd elmélyülni a légzést. Engedd bele a hátadat a hengerbe. Jó vagy rossz? Nem, nagyon jó. Nagyon csak jó. Azon gondolkodom, hogy milyen lejár az időnk, és még nagyon különleges dolgokat szeretnétek mutatni. Amíg te pihensz, addig az Istvánt megkérjük, hogy mutasson nekünk egy minden órán szereplő jóga gyakorlatot. Az Iyengar metódus híres arról, hogy minden gyakorlásban van valamilyen fordított testhelyzet. Az egyik ilyen a sírsászana, vagy más néven fejenállás. Ha neked jól esik, nyújtsd ki a kart, és engedd le a tested mellé fölfelé néző tenyérrel, hogy a vállakat a kart el tud lazítani.
Amiben te vagy, Magda, az nagyon jó minden női betegségre, női szervek egészségét hajlamos visszaállítani, a hormonháztartás egyensúlyát képes visszaállítani, csak úgy, mint a fordított testhelyzetek, amiben a véltel ellentétben nincsen nyomás a nyaki csigolyákon, rendszeres gyakorlással kiműveljük azokat az izmokat, azokat a mechanikákat a testben, amik leveszik a helytelen nyomást a nagyon érzékeny testrészekről, viszont ezek a pózok meg tudják adni azt a harmóniát, azt az egyensúlyt, ami csak a fordított testhelyzetek sajátja. Az nagyon jó, hogy nem ezzel kezdtük. Ugye? Mármint, hogy én nem ezzel kezdtem. Hát sajnos közben itt az operatőrök nem tornáznak, viszont integetnek, és ez nem egy jóga mozdulat, hanem annak a jele, hogy az időnk lejárt. Ági, mindezt ugye, várjál, nekem ebből a pozícióba hogy föl kéne ki, jönni, igaz? Hogy kell följönni, azért azt még így mutassuk meg a nézőknek. Segítek, hogy... jó? Bújtasd ki, maradj len, bújtasd ki a lábadat, nyújtsd ki a lábat a földön, és most gördülj az oldalad felé, és egy oldalra gördülésből. Így? Hát, például úgy, és onnan képes vagyok felülni, úgyhogy szuper volt egyébként, sokkal jobban érzem magam, a műsort is folytatjuk, kedves nézők, és mindezt ugye nálatok a Sakti Yoga stúdióban, akár élőben is ki lehet próbálni. Hát úgy érzem, hogy elindult egy új élet, úgyhogy köszönjük szépen.